Sziasztok, Lovrencsics Gergő vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Milyen érzés volt hallani, hogy az Újpest szurkolótábora éltette? Hát nagyon jó érzés volt, és ezt nagyon-nagyon megköszönöm, de akkor még jobban örültem volna neki, hogyha azt mondom, hogy a Diós György nyer, és akkor az egyéb paradox helyzet, nem kívánom senkinek ezt az érzést, de éppen ezért nagyon szomorú vagyok, amiatt, hogy a csapatom kikapott, de az, hogy ennyi idő után, vagy Diós György alkalmazottként, sportigazgatóként idejövök, és ezt hallom, az fantasztikus érzést. Kívánom mindenkinek, vagy aki olyan játékosok, akik felhúzzák a lila fehérmezt, de nem nagyon tudják igazából, hogy mit jelent, akkor talán ilyenkor átérzik ennek a jelentőségét. Mi az egészről a véleményed, ami kialakult itt Újpesten? Hát ez egy nagyon, nagyon szomorú helyzet, az, hogy ideig sodródhat bizonyos emberek munkálkodása miatt egy ilyen nagy múltú klub. Hogy mi a teljes igazság, azt szerintem soha senki nem fogja tudni meg, soha senki nem fogja megtudni, de szóval, hogy van egy ember most, aki rengeteg pénzt tesz bele, és nem csak dumál, hanem pénzt is tesz ebbe a klubba, és eltartja ezt az újpesti klubot. Hogy most jönnek a sikerek, vagy nem jönnek, és szakmai milyen irányba jön, az egy dolog, de mai világban, hogy finanszíroznak egy ilyen nagymúltú klubot, az mindenképpen dicséretre méltó. És én, aki ugye dolgoztam itt sportvezetőként, hát elég furcsa, hogy egy ilyen embernek kell magyarázkodnia, és már lassan tényleg kiderül, hogy ő hazudik. De ez is érdekes hely Magyarország. De én bízom benne, én mindig, hogy ki fog derülni a teljes igazság, mert ahogy az előbb is mondtam, kétségeim a felül mindenképpen vannak. Azért lehet mondani, hogy lila-fehér kötődésű vagy. Milyen volt meghallani, milyen érzés volt, amikor meghallottad, hogy ilyen helyzetben van a klub? Ez igen, ezért is ugye visszatérve egy picit, hogy visszaugorva, hogy mit éreztem a szurkolók biztatása vagy éneklése kapcsán, hogy azért ezek a meccsek, ezért is kell egy Újpest, egy Ferencváros, vagy egy Diósgyőr, mert ugye a diósgyőri szurkolókat sem szabad elfelejteni, hogy idejöttek vasárnap késő délután ezren, és fantasztikus hangulatot varázsoltak ők is, és megtapsolták a csapatot, azt a csapatot, amelyik sajnos ugye ma kikapott, nem is túl jó játék, ezt nyugodtan hozzá lehet tenni, éppen ezért jár a újpesti csapatnak a gratuláció. Az pedig, hogy ide sodolt, ezen csak csodálkozom, de ilyenkor nekem, ugye pont ezért is jó egyébként Diósgyőrben is dolgozni, mert ezért soha senki nekem egy rosszot nem szólt, hogy nem is kell megtagadni, nem is fogom soha senki kedvéért megtagadni újpesti kötődésemet. Ez engem a munkám alapján kell, hogy megítéljenek, aminek azt gondolom, hogy van, vagy munkánk, aminek van látszatja. Én szurkolni tudok, de ez nem csak újpestiként mondom, hogy szerintem az egész magyar futball érdeke az, hogy az Újpest erős legyen. El tudod képzelni az NB1-et Újpest nélkül? Nem tudom elképzelni.